A motoros rendőrök a napot a járművek műszaki karbantartásával kezdték meg. A gyakorlás célja az volt, hogy a hatóságok a mindennapi ellenőrzésekre felkészüljenek. Nagyon fontos elmondani azt, hogy a motoros szezon kezdetén minden járművezetőnek nagyon fontos ugyanezt a feladatot végrehajtani, hiszen nagyon fontos az, hogy megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező motorral induljunk az utunknak, illetve azt is, hogy mi is legyünk felkészülve arra, hogy a motoros szezon kezdetén megfelelően tudjunk közlekedni. Ennek egyik eleme az, hogy vezetéstechnikai tréningen vegyünk részt, akár saját magunk által kialakított pályákon, természetesen ne közúton, hanem egyéb pályákon, illetve olyan vezetéstechnikai tréningeken vegyünk részt, amelyeket számos helyen hirdetnek meg az ország pontjain. A sajtószóvívő azt mondta, sok járművezető a motorját ősszel nem nézi át teljesen, ezért fontos ellenőrizni például a kormány és fékberendezést, a gumik állapotát és a megfelelő profilmélységet. Emellett azt, hogy megfelelően a motorolaj, megfelelően van beolajozva a járműnek a különböző kopóalkatrésze, és megnézik azt, hogy a járművön minden olyan alkatrész, ami a közlekedéshez feltétlenül szükséges, az megfelelő műszaki állapotban van-e. Jelenleg a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság állományában 5 motoros járőr tevékenykedik, ők minden évben megújított tréningeken vesznek részt.